villamos a szél, kócos a délután, lusta az ég, úszik a fény után. A mai magyar kortárs irodalom egyik legismertebb alakja Grecsó Krisztián. Most azonban nem az irodalomról lesz szó, hanem róla. Krisztiánnak sok-sok olyan témája van, amiről külön-külön egy-egy adást meg lehetne tölteni. Mi most ezeket megpróbáljuk 26 percbe összesűríteni. Ővé a következő fél óra. Ettől jó kesernyés nekünk való. Krisztián, azt mondtad, hogy a Szent István Parkban találkozzunk, itt indítsuk a napot. Ez nem csak azért van, mert itt laksz? Nem, nem csak azért. Hanem? Fontos helyszín a Szent István Park meditációs szempontból nekem. Akkor megszületett a kislányunk, akkor mindig ide jöttem ki vele. Ő édesen aludt, én meg köröztem itt körbe-körbe. És ez egy lelki leltár volt. Folyamatosan végig gondoltam, hol tartunk, mi van velem, hogyan, és akkor fogalmazódott meg bennem először, hogy igazából akkor vagy otthon valahol, ha azon a helyen gyereket születik. Mert az a város az övé, de az már tényleg az övé. Pedig akkor még ő mondjuk volt 2 hetes vagy 3 hónapos, édes mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk, és mégis két dolog történt, az egyik a hétköznapok számvetése, a másik meg valami átalakulás, ami számomra volt fontos, hogy az ő élete hogyan lesz, az ő élete és annak a terei, annak a világ az hogyan befolyásolja az enyémet is. Lett ez a város, meg ez a szűkebb haza, ez az enyém általa. Nekem volt egy különös családi múltbeli történés is, amit azóta triplán átélhettem, hogy a nagyapám nekem, aki egy kistanyán felnőtt parasztember volt, aki nem is, hogy a faluban nevelkedett, hanem azon kívül, és 4 elemit végzett, annak az volt valami teljesen irreális álma, hogy ő pesti polgár legyen. Azt nem tudta, hogy az lehetetlen. Talán pesti lakos lehetett volna, de az se sikerült. Hát ugye ez a 50-es, 60-as évek, tehát nem oda költözöl, ahova akarsz. Nem ott válasz munkát, ahol akarsz. Most sem, de az egy teljesen másik ügy. És ő ebben a nagy álomban, ezt úgy nőttünk fel gyerekek, hogy ezt mi rengetegszer meghallgattuk. De én nagyon büszke paraszt gyerek voltam, és én nem értettem ezt. Sőt, mikor kamasz lettem, nagy dacosan odavágtam neki, hogy na tata, Délalföldön mi a nagyapád? Na tata, igen. Hát ugyan mondd már meg, és az mit jelentett volna, hogy te pesti polgár vagy? Hogy néz az ki, hogy te pesti polgár vagy? És akkor ezen úgy elgondolkodott, hogy tényleg ennek milyen jelei lettek volna, mi az, amiben ez látszott volna. És azt bírta mondani, azt szakadt ki belőle teljesen spontán, hogy hát én úgy sétáltam volna a körúton, vagy akár itt, de a körutat mondta, úgy sétáltam volna a körúton, hogy nem lógok ki onnan. Hogy én odavaló vagyok, hogy nem látszik rajtam. Nem látszik rajtam. Na most azzal kezdtük, hogy miért fontos nekem ez a helyszín. Akkor azt tudom mondani, hogy a lányom ide úgy jön be, hogy nemhogy nem lóg ki innen, hanem az övé. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy az... És akkor mindig azon gondolkodom, hogy nekem nem sikerült, neki nem sikerült. 3 generáció múlva a dédunokájának igen, hogy egy álom valahogy megvalósulhat, és hát biztos látja onnan föntről, nem? És akkor biztos, most boldog. Igen. Kék gombszem, 2 egész picitó, a méretből a lány nem leírható. Én akkor lettem otthon, itt, amikor én magam elfogadtam, hogy nem kell itt megfelelni senkinek. Tehát attól szenvedtem, és bocsáss meg, vidéken meg kell felelni? Vidéken, tehát hogy ha valahova beleszületsz, akkor eszedbe se jut, hogy meg kell felelni. Én azt szoktam mondani, hogy akkor vagy otthon valahol, ha nem gondolsz rá, hogy ott vagy. Mert akkor természetes, hogy ott vagy. Igen. Ha azon merengsz, hogy miért vagy itt, vagy egyáltalán hogy kerültél te ide, akkor te ott nem vagy otthon. Uh-huh. Na most, ha egyáltalán ez kér, amíg ez egyáltalán kérdés, addig nyilván valamiféle idegenséghelyzet van. És nekem az történt, hogy átfordultam a 40-en, egyszer csak észrevettem, hogy de hát nem vár tőlem senki semmit. Nem akarják, hogy itt valamilyen legyek. Mert akkor jött ki belőlem ez hogy elkezdtem, tudod, azért az egy forduló. Tehát tudom. Az ott azért úgy átfordul. És benne vagyok. Testileg, lelkileg fordulsz, és
És átfordultál már? És akkor én átfordultam egy bizonyos ügyem, és akkor egyszer csak arra, hogy az, amit belőlem kijött, a katolikus magyar paraszt gyerek, azok a rutinok, azok a, az a világkép, ahogy én a, az életről, a pénzről, a szerelemről, a boldogságról gondolkodni tudok, a nagyszüleim normái szerint, én a nagyszüleimnél nőttem föl, ez a habitus, ez nem idegen innen, ez egy sokszínű város. Belefér, én lehetek önmagam. Az égi szót, szűz bóbita, egy apró utazó. Krisztián, azt mondják nekem, hogy most itt vagyunk, hát most már 10 óra, de nagyjából 9-kor találkoztunk, hogy te hogy indítod a napodat? Mi az, ami először, tehát felkelsz, és ami a legfontosabb számodra? Hát minden reggel úgy indul, hogy nem magamtól ébredek, és reggelit készítek. Tehát, hogy ez a legfontosabb. Te készíted a családnak reggelit. Én mindig, én is főzök, és ebédre is mindig én főzök. Tehát a konyha, mint ilyen ellátás az én feladatom, és az a feladatom, hogyha egy szőke tündér azt kívánja, hogy ham-ham, akkor arra valami válaszreakció érkezzen, és ez a reggel. Illetve képzeld el, hogy reggelente táncolni szoktunk. Ami, hát először nekem, most az egész család táncolni kényszerült, de általában mi szoktunk ketten, ami nekem először nagyon furcsa volt, viszont egész más lelkülettel érkezem mindenhova. Tehát én ma a 100 gúnárra táncoltam már 4-szer, illetve van egy ilyen Ugi Bugi nevű dal, az is 4-szer, 5-ször végigjártuk, tapsolni kell, forogni kell, vállat rázni, mindenféle ilyen. Reggeli torna is. Így van, reggeli torna, azt kellett megcsinálnom ma 5-ször reggel. A reggeli után, és jót tesz. Tulajdonképpen jót tesz. Tehát a kislányunk jegyében indul a reggel mindig, tehát hogy az a legfontosabb, és általában én viszem bölcsibe reggel, de most miattatok ez nem így volt. Köszönjük szépen! Krisztián, itt vagyunk a Pozsonyi úti református templomban, ami számodra nagyon fontos, annak ellenére, hogy katolikus vagy. Mindig mondod, hogy katolikus. Igen, ezt hangsúlyozom mindig, igen. Lelkészül, megérkezett. Annyi baj legyen. Nem baj, nem baj. Gábor, Isten hozzá. Szeretettel várjuk a lelkészület. Hogy van ez a kinyomandó? Nem baj. Hangod akarnám. Áldás békesség, szervusz Gábor. Áldás békesség. Hogy nagyon nagyra tartom Berkesi Gábor lelkész urat, és megtisztel azzal, hogy időről időre találkozhatunk, megbeszélgethetünk, eszmét cserélünk, ne adj Isten, valamiket megkóstolunk. Nagyon mindketten nagy kolbászrajongók vagyunk, úgyhogy kóstolgatjuk, nézegetjük, összehasonlítjuk. Ne adj Isten, némi Isten adta italt is elfogyasztunk, és akkor ott történik valami lelkileg, és ez számomra nagy öröm is. Na ezt akartam kérdezni, hogy lehet, hogy egy író számára az, most nagyon idézőjelesen mondom, hogy nagy dolog, hogy történik valami lelki dolog kolbászevés közben, de egy lelkész úrnak azért ez, hogy olyan mindennapos esemény? Nem. De az, hogy kolbász, az nem zár ki semmit. Ugye a kolbász közben történik, ez abszolút nem idegen, nem távoli tőlünk, és ez jól van így rendjén való. Mindenketten szóval egyfajta gyomrok vagyunk, úgy érzem, egyfajta ízlésvilág, és miért is ne? Ez van bizalmasságot jelent. Együtt vacsorázunk, uzsonnázunk, ez bizalmat jelent. Nem csak udvarias kis pokácsa, kis tejásütemény, nem, hanem kolbászozunk. Kolbászozunk. A magyarok vagyunk, hogy mi, hogy van ezzel. És egy jó kis finom bort megiszunk utána, ami csak könnyíti a emésztést, mondja orvostudomány. Amikor fölhívtam a lelkész urat, hogy Krisztiánnal jönnénk ide, akkor nagyon megörült, pedig én azt hittem, hogy te felkészítetted a lelkész urat, és nem. És azért örültem ennek, mert ebből kiderült, hogy Gábor tényleg örült ennek a találkozásnak. Tehát, hogy azt érzem, hogy tényleg van valami különleges lelki kapcsolat. Az az érdekes, amikor először találkoztunk, abban a pillanatban összekacsintottunk, egymás mellől ültünk le egy ünnepségen, és mint két rossz diák végig kuncogtuk, és sugdoloztuk az egészet, és kommentáltuk az életet abban a pillanatban, és akkor megbeszéltük, hogy találkozni fogunk,
két hét múlva összejöttünk először, és hát most ez így azóta így történik, hogy mindig újabb és újabb találkozókban reménykedve és megbeszélve jövünk össze. Van kitűnő kolbász jelzem. Ó, hát ez... Kitűnő, ilyen, ekkora hétről. Nagyon jó. Lehetünk egyet, ha van kedvünk. Még mondjuk még... Még ebéd előtt lehet. Hozom már is. És és közösen értelmezünk szövegeket, beszélgetünk róla, tehát hogy... És valahogy az én... Ugye nyilván az a szemlélet mindkettőnknek a sajátja, ezt talán mondhatom a nevedben is, ha megengeded, hogy teljesen természetesnek gondoljuk, hogy az Istenhez való nyitottság, a világhoz való nyitottság, az nem felekezett kérdése. És kifejezetten izgalmas lehet, ha megismersz máshonnan, más úton közelítő embereket, a saját utadat egy kicsit helyre rázza, a saját szemléletedet, ami esetleg mondjuk akár kátyúban van, akár nem úgy megy tovább, és valaki jön kívülről, ha szabad így mondani, és akkor egy másik helyzet tűnik föl, a saját helyzetet, hiszen a nézőpont az egy másik. És akkor máshonnan látsz magadra, és mi ezt igyekszünk egymásnak segíteni, ilyen tükröket tartani a jó szón kívül, meg hát hál' Istennek a jó humoron túl, mert hát ezek azért nem szomorúságban zajlanak ezek a beszélgetések. Nagymamám, az én Justi mamám, aki az én példaképem, egyszer azt mesélte nekem, meg kisgyerekként, és ez hatalmas hatással volt rám, amikor nagyon nagy bajban voltak, akkor azt kérte a nagyapámtól, hogy imádkozzon ő egyedül, mert az ő hit erősebb. És akkor én ezt őrült bölcsnek, én olyan mély hitnek, és ez egy nagyon bölcs gondolat. Ha Kántot olvasott volna sem, tudott volna bölcsebbet mondani. Ez igaz. Másfelől, két dolog indult el akkor egy kisgyerek lelkében. Az egyik ennek a megértés, hogy ez mit mondott, a vágy, hogy megértsem. A másik meg egy valami tökéletességre való törekvés, ami nem minden szempontból segített engem. Tehát én azt a hitet szerettem volna elérni, vagy az lett az álombéli hit, ami a nagyapámé. Akié az erő, tehát hogy a tökéletes hit. De nincs olyan, hogy tökéletes hit. A hit az mindig meggyengül, kilendül, azért küzdeni kell, az nem egy állandó állapot, és erről, ezekről az állapotaimról, meg hogy ezekben hol tartok, ezekről a Gáborral mi őszintén tudunk beszélni, és azt, amit ő mondott, hogy őt így szólították meg a fülkében, és ez a legtermészetesebb dialógus helyzet volt, tehát ebben mondjuk semmi, így tudunk beszélgetni ezekről a kételyekről is. És nekem ez nagyon sokat jelent, mert föloldoz engem, ha bármilyen furcsán hangzik, a saját gátlásaim és kételjeim és szorongásaim alól, miszerint végre megbocsátom magamnak, hogy nincs nekem ez a tökéletességem, és rájövök, hogy ez az ingadozás maga a hit. Isten kabátja vagyok, hogy lennék, bár mindig bennem fáznál. Isten kabátja egy régi emlék, nem lennék, kitalálnál. Krisztián, a te életformádhoz hozzátartozik, hogy egyfolytában utazol. Te szereted? Nem kellene, hogy így legyen, én ezt választottam. Egyfajta misszió részemről, meg egyfajta elemi felelősségvállalás. Hogy ezt kifejted? Mi ez, hogy misszió, meg felelősségvállalás? Hogy én, aki egy kis faluban születtem az Alföldön, és mondjuk nem kaptam arra lehetőséget, hogy megismerjem, vagy megértsem azt, hogy a kultúra élő dolog, vagy gimnázium legvégén értesültem arról, hogy az irodalom az egy élő organizmus, az nem egy lezárt hagyomány, hogy én ne eltartott kis ujjal csak folyton a legközelebbi helyszínekre menjek, és hogyha a pedagógus kollégákkal tudok együtt dolgozni, és a pedagógus kollégáknak van ereje, ideje, nyitottsága felkészíteni a gyerekeket, akkor csodát lehet csinálni a legkisebb helyen is. Most Tatabányára megyünk éppen, egy tatabányi rendhagyó irodalomórára, amit én mindig a családi hagyományok, az olvasásra nevelés, az én keresés jegyében tartok. Tehát ez nem arról szól elsősorban, hogy a szöveg szentségét megértsék a gyerekek,
hogy a magyar irodalom mint struktúra az milyen szent dolog, kikezdhetetlen és értetetlen, hanem szigorúan ő róluk, meg arról, hogy ha ők a központ, akkor számukra és az ő személyiségfejlődésük és identitásuk szempontjából miért fontos az olvasás. Gyönyörű lakmusz. Voltam én már olyan budai gimnáziumban, ahol sok millió forint a fél éves tandíj, és találkoztam ott szomorú, magányos szemű gyerekekkel, akik őrületesen egyedül voltak. Úgyhogy nem akarok általánosítani, de azt mondom, hogy azt látom, hogy a gyerekeken még sokkal, de sokkal jobban látszik, hogy a társadalomban mi zajlik. És az, hogyha a szülőknek lelki gondjaik vagy mentális gondjaik vannak, ha van itt egy társadalom, aki vagy amiket nagyon megviselt egy járvány, megviselhet egy háború, lelki ügyekben vezetőkre, segítségre lenne szüksége, azt a gyerekeknek százszorosan látni. Krisztián, és a te kitartásod az milyen? Te hogy vagy ezzel? Nekem volt egy fura... Fura módon akart engem Jóisten terelni, és fura módon segített. Ez a fura mód édesapám kudarca volt. Édesapám nagy kudarca. Apánk rendkívül nagy vágyakkal, hihetetlen sok ambícióval, álommal megáldott, édes bolond hippi volt. Felnőtt ebben a nagyon, nagyon erősen vallásos családban, ahol őt katolikus papnak nevelték, a bátyját is. Nagybátyja laikus novícius. És ebben a nagyon szigorú, mélyen vallásos közegben ő elkezd lázadni, de közben a lázadás tulajdonképpen csak egyfajta énkeresés. Nem, nincs távol attól, amit a szülei képviselnek, hiszen csak a lelkét akarja valahogy meg, a saját ambícióit megérteni, hogy ő benne mi tombol. És aztán lemond a vágyairól, és úgy dönt, hogy ő erre képes, mármint a lemondásra. És ő maradt parasztember. És az öcsém is, meg én is azt a figyelmeztetést, vagy negatív példát kaptuk egy útravalóul, hogyha vágyaidról lemondasz, akkor tönkremész. Ezért aztán mi szinte a rettegésig ambíciózusak voltunk, és motiváltak, hogy elinduljunk azon a pályán, amit mi magunkénak éreztünk. Okulj végre ezen a példán, merülő forral ú helyetted. Nem lehet egyedüli példány, gyünge szárnyadat levetted. Szív nem küld már rég a szívnek, s ha mégis a donorét akad. Lenge év lesz, majd integ, csak le ne tagad önmagad. Remélem, hogy valami gyakorlati haszna is van, hogy eljöttetek, tehát kaptok valami kisötöst, vagy valami jutalmat ezért, ha már így együtt vagyunk. Azt hallom, hogy sajnos azzal, hogy halasztás lett, a végzősökből kevesebben vannak, mert hogy ma este szerenád van, hát az arra valóban nagyon fel kell készülni, mondjuk lelkileg, tehát arra rá kell futni hosszabban. Úgy emlékszem legalábbis. Én legfőképpen az olvasásról, mint életfilozófiáról szeretnék nektek mesélni. És ez azért van így, mert én nagyon nehezen találtam rá az olvasásra, és azt gondolom, hogy nektek sem egyszerű lehet mostanában, és egyébként is nagyon meg van nehezítve a kollégák dolga. Nagyon nehezen lehet benneteket arról meggyőzni, ami nekem a most már az életfilozófiám, hogy az irodalom az a leggyakorlatibb dolog a világon, és a legfontosabb dolog, mert az egyetlen, ami velünk foglalkozik, azzal, kik vagyunk mi. És ezt, amikor Szofoklészt kell olvasni 14 évesen, azt egy kicsit nehéz erről meggyőzni az embert. Én emlékszem, életem első drámáját azért írtam 16 éves koromban, mert elolvastam a Bánkbánt, és egy árva hangot nem értettem belőle. Tehát, hogy azt se értettem, hogy mi a baj. Ugye egy drámánál azért az mégse árt, hogyha legalább azért, hogy úgy nagyjából, hogy mi a gond, nem? Hogy mindenek előtt azt javaslom nektek, hogy legyetek
ha tehetitek, nyilván a kötelezővel sajnos nem, legyetek nagyon kritikus olvasók. Csak azért, mert kinyomták, nem biztos, hogy jó. Ha ezt a sorsot becserélni, hallgass el, majd mi adarok. Hát ennyi, ha akarod, te döntsd el, meddig maradok. Ha ezt a sorsot becserélni, hallgass el, majd mi adarok. Följöttünk ide Budaörsre a Kálvária dombra. Neked volt egy nagy kálváriád, a betegséged. Ezzel hogy vagy most? Szeretem mindig a tanulságokat keresni, de itt azért konkrét végeredmények nincsenek, illetve a bölcsességem se lett izmosabb, nem lettem egy bölcsember, vagy nagyon tapasztalt. És még azt sem merném mondani, hogy még az alázatban tartósabb eredményeket hozott. És mégis más ember vagyok. Na most ezt kell valahogy megfejteni, mégsem tudtam ugyanaz maradni. És nem úgy nem tudtam ugyanaz maradni, hogy az a 3-4 év eltelt azóta, hanem azért kicserélt engem sok szempontból. A fájdalomnak nincsen emlékezete. Hál' Istennek a test ilyen értelemben nagyon feledékeny. Ezt szereti elengedni. Amikor nekem kiderült, addigra már nekem ilyen kétoldali áttét volt, vagyis egyértelműen volt kockázat, hogy itt ez nem egy egyszerű dolog. Nekem teljes hitvesztéssel is járt, ami persze egy ilyen érdekes anomália volt, mert tehát miközben én úgy éreztem, hogy ez igazságtalan, hogy ez pályán kívül van, és hogy én eddig úgy éltem, hogy a Jóisten nekem nagyobb próbatételt nem ad, mint amit el tudok viselni, akkor ha ad nagyobbat, akkor nincs, mondtam én, mert nem adhat nagyobbat, az szabálytalan. De közben állandóan vele pereltem fejben, lélekben, tehát hogyha nincs, akkor kihez beszélsz fejben közben. Tehát ez az anomália, ez nem zavart engem egyáltalán. De ez nem volt más, mint ahogy egyébként a szeretetnek az elfogadására is képtelen voltam, a saját magam elfogadására is képtelen voltam, és ez nyilván mind az öngyűlöletbe gyökeredzik. És ebből kellett ahhoz, hogy egyáltalán a hétköznapok ritmusát el tudjam viselni, azzal a fájdalommal, azzal a megpróbáltatásokkal, ebből muszáj volt kimozdulni. Két dolog történt, amiben segített engem az Úristen, az egyik az, hogy felhívott Tizsák atya, mondta, hogy eljönne szívesen beszélgetni, és pont a legmélyebb időszakomban voltam, és mondtam, hogy ne jöjjön, mert annyi gyűlölet van bennem, hogy nem tudok ezzel. Tehát most nem tudok mit mondani, meg se viselkedni, se semmit. És nagyon édes volt, azt válaszolta, hogy hát, hogy neki nem az a dolga, hogy akkor jön, mikor jókedvem van. És eljött, és beszélgettünk, és egyszer csak megkérdezte, hogy nem akarok egy jónni. És menjünk le sétálni, ugye a Szent István Park közel van, oda még le tudok, és hogy ott menjünk szépen egy ilyen egy-két kört, és közben történjen meg. És ott volt ott egy pillanat, amikor tényleg semmi értelme nem volt hazudni. Semmi értelme nem volt hazudni neki. Semmi értelme nem volt ha magamnak. Volt egy ilyen értelemben, hát még soha ilyen boldogan tét nélküli helyzet, hogy végre egyszer elmondhatom. És akkor neki egy ilyen nagy gyónást tettem. Nem megkönnyebbülést éreztem, nem arról van szó, hanem megbocsátást. Megbocsátást önmagamnak elsősorban, hogy nem én vagyok a hibás. És hogy ami történik, az valamilyen módon kívülem is történik, tehát hogy ezt majd ráláthatok, hogy van, meg mint van. Hogy nekem könnyű. Tehát, hogy én mindig, amikor azzal kezdtem, ma amikor bementünk Gáborhoz, hogy folyton meggyengül a hitem, folyton elgyengülök, és hogy ez alap nemében így maradt, de jellegét tekintve meg mégsem, mert hogy én mindig, mikor pellekedtem ezügyben magamban a Jóisten, azt mondtam, hogy könnyű volt a tanítványoknak. Hát akik láttak, azoknak könnyű. És én senkit nem akarok meggyőzni semmiről.
ez az alapvető tulajdonság megmaradt. Én bennem bizonyos értelemben ez egy szkepszis, mert mindig azt gondolom, hogy az Úristen majd tudni fogja, hogy kit mikor akar meggyőzni. Nem én vagyok annak az embere, hogy én bárkit meggyőzzek arról, hogy szerintem a világ igazságai hogy működnek. Én csak azt tudom, hogy nekem azóta könnyű. Mert egy olyan emberi, elemi csoda történt velem, és ezt olyan gyönyörűen élhettem át, hogy kaptam egy ígéretet, és az valósággá lett.